Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a TV nézőket is. Mai vendégem Dobos Endre, a Miskolci Egyetem műszaki földtudományi karának egyetemi tanára, és kérte, hogy mondja el a másik fontos funkciót is, amit betölt a Magyar Talajtani Társaságnak az elnöke. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm. Én is köszönöm. És azért kértem, hogy találkozzunk, hogy beszéljünk talaj, klíma, talaj és mezőgazdaság, talaj és tájhasználat, táj talaj és vízgazdálkodás. Ezt a problémát fogjuk körbejárni. És először egy nemzetközi kitekintéssel kezdeném. Egy rövid kis pár mondatos karakter, hogy nem csak magyarországi problémáról beszélünk, hanem a világon mindenütt megjelenő problémáról beszélünk, ez pedig a mezőgazdasági talajok minőségének romlása, idegen szóval degradációja. Egy ENSZ felmérés szerint évente 10 millió hektár termőföld megy tönkre, szert a világon. Évi 10 millió hektár. Ez ugye több, mint amennyit Magyarországon művelünk. A másik, hogy minden esztendőben egy Olaszország területével megegyező nagyságú területen írtjuk ki az erdőt. Zömében azért, hogy termőföldhöz jussunk, de utána a rossz gazdálkodás következtében a termőföld tönkre megy, így aztán se erdő, se Földművelés alkalmas terület nincs azon a vidéken. Egy kárbestés is készítettek, szintén az ensz szakértők. Azt mondják, hogy évente a kár ennek következtében, a talajok minőségének romlása, elveszése következtében 6 kötőjel 12 billió, nem millió, billió dollár. És aztán olvastam korábban egy tanulmányt, hogy miközben ilyen riasztó adatokat olvasunk, ahhoz, hogy egy centi humusz keletkezzen, nagyon sok időnek kell eltenni, de azt szerintem ezt inkább mondja előn, hogy mennyi is az az idő, ami ahhoz, hogy csak egy centi, és hát pontosan tudjuk, hogy egy centi még azért gazdálkodni nem lehet, ahhoz egy 30-40-50 centis komoly talajrétegre van szükségünk, de az az egy centi, hogy mennyi dolat keletkezett a földtörténeti korszakok során. Hát ugye talán ez a legnehezebb kérdés, különösen egy olyan ember megkérdezni, aki ezzel foglalkozik, és ezért kérdőjele van mindig. De egy biztos, hogy nagyon-nagyon hosszú idő az, amíg uh, a talajosodás, inkább a humuszosodás, mert leszoktuk egyszerűsíteni, hogy a humusz, de hát ez egy humuszos ászint, aminek például jó csernozom, 5% a szerves anyag a humusztartalom. De az, hogy az, az egy centiben található 5% is összejöjjön, Hát az is száz éveknek a kérdése az esetek jelentős részében, hogyha magára hagyjuk a folyamatokat. Természetesen tudunk gyártani, de hát ez mezőgazdasági szinten, országos szinten lehetetlen, tehát ezt meg lehet csinálni, amikor az ember kicsiben, kiskertben dolgozik, mint a mély múlcsos művelés, csak nincs ez a szerves anyag anyagmennyiség, ami ugye az országban elég lenne. Mert ahhoz, hogy a, a humuszos álszintnek egy centiméterre kialakuljon, hát ahhoz a Jóisten napjának sokat kell dolgoznia, meg a biomasszatermelésnek, ez meg kell lennie az élő biomasszának, aminek csak nagyon kis százaléka kötődik meg és alakul át, és lesz a talajnak a nagyon szerves része mindenféle formában. Tehát igen, a válasz, ezért szoktuk azt mondani, hogy a talaj egy feltételesen megújuló erőforrás, ami azt jelenti, hogy elméletileg újra tud képződni, de ezek nem emberi periódusok, inkább ilyen rövid föltörténeti periódusok, amiben gondolkodni lehet. Tehát nem egy gazda mezőgazdasági évével, és még csak nem is egy generációnyi esztendő, vagy esztendőkkel mérhető ez, hanem sok száz év. Most, hogyha ez igaz, én is ezt olvastam, hogy adott esetben akár 4 500 év is kell ahhoz, hogy egy centiméter kellett ahhoz korábban képződjön, akkor ez logikus a következtetés, hogy bizony jól meg kell becsülnünk akkor a talajainkat. De mintha nem ez történne, az előbb említett nemzetközi adatok is azt mutatják, hogy mintha nem becsülnénk meg, mintha egy természetes adottságnak vennénk, mintha úgy gondolnánk, hogy ez örökké egyébként a jó minőségű talajok majd a rendelkezésünkre fognak állni. De ez mintha nem így lenne. Igen, sajnos az a baj, hogy a talaj az emberiség talán legősibb erőforrása, nyilván a víz mellett, vagy a kettő együtt, és a biomassa és a többi. És uh, ugye hosszú ideig, amíg uh, nem voltak meg a lóerők, meg a tonnák, amelyekkel könnyedén tudunk gazdálkodni, addig uh, az mindig kihívást jelentett, hogy olyan mértékben megbolygassa az ember ezt a termőföldet és életközösséget, hogy annak látványos, gyors hatása legyen. De hát ez megváltozott, és most ezek a változások nagyon gyorsak, de még ezek a gyors változások is sajnos ahhoz nem elég gyorsak, hogy tényleg egyik évről a másikra látszódjon. Minden évben sajnos sokat lépünk előre, de emberi szemmel talán épp nem látható. Ez csak azért mondom, hogy a gazdákat nem szabad bántani, mert ők legjobb tudásuk szerint, ahogy tudják, ahogy nagyapáiktól megtanulták, ezt csinálják, de más kérdés az, hogy a tudományos világnak, a politikának nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez megváltozzon. És én azt gondolom, hogy most kivételesen a politika sokkal gyorsabban változott, mert európai szinten, a világ szinten, amit említett, nem véletlen, hogy ezek a számok azért óriási lépéseket generáltak. Hogyha csak az Európai Unióra gondolunk, öt tématerületet emeltek ki, amire külön missziót indítottak el. Ugye a klímaváltozás, a, a karbonsemleges városok még van kettő hirtelen, most nem szedem össze, de az utolsó, vagy az első, vagy nekem a szívemhez legközelebb álló az a, a Soil Mission, ami európai szinten külön kiemelt témaként kezeli a talajoknak a fenntartását, megújítását, regenerálását, ami nem véletlen, tehát akkor valaki már észrevett, és nagyon sokan észrevették, hogy itt igen komoly problémák vannak. A hallgatóknak azt hadd mondjam el, hogy mi találkoztunk néhány esztendővel ezelőtt, méghozzá Mezőfalván, ahol egy agrárkiállítás van, rendszeresen megszervezik ott ezt az agrárkiállítást, és akkor egy bemutatott nekem egy talaj meccetet, talán volt az olyan másfél-két méteres gödör, amit kiástak, és pontosan lehetett látni, hogy hogyan rétegződik, tehát hogy a talajnak milyen szintjei vannak, mi az, ami tulajdonképpen mezőgazdasági művelés alkalmatlan, és milyen kicsik az a réteg most már, ami még mezőgazdasági művelés alkalmas. Most logikus a kérdés, hogy mikor egészséges a talaj és a talajnak a szerkezete? Hogyan veszélyeztetjük, tettük, vagy tesszük tönkre ezt a talajt, és mi ennek a következménye? Hát ugye erről nagyon nagy viták folynak, hogy mi az az egészséges talaj, mi a jó talaj, mert ugye minden talaj más, minden talaj olyan, ami ennek a környezeti feltételei plusz az emberi behatások teremtették. De ha csak a vízgazdálkodást, ami egyébként befolyásolja a tápanyaggazdálkodást, a biológiát, mindent veszünk figyelembe, akkor le lehet egyszerűsíteni. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy egészséges talaj, az egy három vagy négy fázisú talaj. És akkor nem akarok nagyon tudományosan beszélni, ez a három fázis, ugye a három fizikai fázis, hogy van szilárd alkotó része, ugye ez a szervetlen és a, a, a szerves humuszanyagok, meg az élő ö, ö, szerves alkotók, és ugye van a pórus ö, rendszere, tehát a hézagok, a közök, a, a szilárd elemek között, amelyek. Ö, egy része vízzel van, egészséges esetben kitöltve, másik része pedig levegővel. Mert ha csak vízzel lennek, Kitöltve, akkor ott nincs oxigén, akkor befullad a rendszer, nincs tápanyag, feltáródás, befullad maga a növény is, tehát megváltoztatja nem csak a biológiáját, de a teljes kémiáját is az egész rendszernek. Na most, amikor az elmúlt iparosított mezőgazdasági érában bejöttek a nagy erejű gépek, mindenki örült neki, mert akkor még nem tudtuk, hogy ezek a nagy erők, azok sajnos negatívan is elsülhetnek, mert igen könnyűvé tették a gazdálkodást. És amikor egy egészséges talajra gondolunk, azt úgy kell elképzelni, és nagyon szép a magyar neve is, ugye talajmorzsa. Ezek a talajmorzsák, ezek ilyen kis fél egy centis agregátumok, gyakorlatilag külsőre is úgy néznek ki, mint egy száraz kenyérmorzsa, csak éppen fekete, jó esetben a szerves anyagoktól. És ugye ő attól különbözik a környezetétől, hogy benne vékony pórusok vannak, és a vékony pórusok ugyanúgy, mint a szivas, beszívják a vizet. Miközben, ha ezeket a kis morzsákat szét egymásra öntjük, akkor közötte pedig ott lesznek a vastag pórusok, amire szinte be lehet látni. Ez az úgynevezett gravitációs pórustér, amilyen, hogy jön az eső, akkor azon gyorsan végigszalad, és ahogy megy, úgy szépen a kis szivacs darabkáink beszippantják a vizet, de aztán gravitációsan elmegy a víz lefelé, vagy éppen egy idő múlva elpárolog, és akkor visszajön bele a levegő, de közben ott van a növények számára, a talaj mikrobiológiális élet számára a víz, és a vízben oldott oxigén egyszerre. Na, amikor elkezdjük ugye taposni 15 tonnával, meg húzzuk a... Tehát ezek a, nagy mezőgazdasági erőgépek. Így van, pontosan, igen. bocsánat, igen. Meg ugye, hogy szép legyen, szokták mondani, hogy a magyar gazdának akkor szép, hogyha barna. Tehát nem lehet rajta semmi szármaradvány, ami istenűriz, lassítja a kipárolgást, hűti-fűti, vagy legalábbis pufferolja hirtelen változásokat. Nagyon simának is kell lenni, ezért szépen, jószor pászor átmegy rajta, és ez mind, mind felesleges, nem mind felesleges, bocsánat, ezt nem mondom, csak a száma, ezt ugye a szakma úgy hívja, hogy túlművelés, amikor felesleges köröket is futunk, és minden alkalommal törünk, mert el lehet képzelni, hogy jönnek ezek a giga nehéz vasdarabok, és ezek mindig ütik, vágják a talajt, közben még utána meg is tapossa, ugye az a 15 tonnás erőgép, a maga 3-4-500 lóerejével meghúzva, tehát az eredmény az, amit látunk. Tehát a, ebből a morzsás szerkezetből akkor egy tömörített szerkezet lesz, tehát csinálok belőle, hát nem is gombócot, de egy sokkal tömörebb szerkezetű anyagot, földet, ami akkor erre a biológiára, amit az előbb említett, hogy fontos, hogy egyszerre legyen a víznek és a levegőnek is helye, ehhez a biológiához, vagy ehhez a kémiához bizony már nem járul hozzá, vagy ezt megakadályozza. Ezt írjuk el, ez a végeredmény? Pontosan ez, mert ugye az a probléma a mai rendszerben, hogy ezt úgy is mondhatjuk, hogy elporosítottuk a talajainkat. Ezt nagyon szépen lehet látni, amikor szárazabb időszakban bármilyen szántóföldi talajművelés folyik, hát szinte nem lehet látni a gépek jelentős részét, akkor a porfelhő követi. Ezek azt jelentik, hogy gyakorlatilag szét van esve, és az úgynevezett mi egyedi szemcsék formájában van. Tehát egy darab homok szemcse, egy darab porfren szemcse, meg nyilván az agyag aztán nincs önmagában. De hogyha el lehet képzelni, hogy amikor jön egy tavaszi talajművelés, akkor azt szoktuk mondani, hogy körülbelül 10 centivel megemelkedik a talajfelszíne az eredetihez képest. Tehát hozzáadunk, a 30 centiből csinálunk mondjuk 40-et, akkor hozzáadunk 33 százaléknyi makropórust. Csak a probléma ezzel az, és ez kell is, mert ebbe az összetömörödött talajban a növények nagyon nehezen tudnak csírázni, rossz a vízgazdálkodása, mert ha vizet kap, akkor nincsenek meg ezek a vastag pólusok, amik bevezetik és eloszlatják, hanem a felszínen megáll. Ennek hatására ugye szétúszik az anyag, azt szoktuk mondani, hogy szétiszapolja, még inkább összeülepíti, és a felszíni beszivárgás az visszaesik és közben még oxigénhiányossá is válik, mert nincsenek benne vastagpórusok, csak ezek a maradvány kis vékonyak, tehát innentől kezdve oxigénhiányossá válik, a teteje túlnedvesedik, alatta viszont nem tud bemenni. Száraz időszakban viszont ugyanilyen rossz, mert a vizet meg alulról vezeti, mert a felszére nyírnak a vékony kis kapillárisok, nincs meg rajta ez a szép, múltszerű, sok apró morzsával fedett szigetelő réteg, tehát gyakorlatilag kicsatornázza a vizet a levegőbe pároloktatással. Tehát ö, itt kezdődik valahol a probléma, hogy nincsen, eltűntek azok a víz szigetelő és víz bevezető rendszerek, amelyek ezt a három fázist, amit az előbb ö, említettem, fent tudna tartani. Most, hogy akkor ez volt a mezőgazdasági művelés, tehát talaj, mezőgazdasági művelés, és a mezőgazdasági művelés a legnagyobb jó indulat ellenére ezek szerint bizony a talaj szerkezetében okozott és okoz károkat, nem csak nálunk, hanem szerte a világon, hiszen ezeket a gépeket mindenütt használják, tehát ahol fejlett mezőgazdaság van, az Egyesült Államoktól kezdve Európán át, fejlette ázsiai országok, nyilván ezeket a gépeket használják, és ugyanezzel a problémával küzdködnek, gondolom, ott is. De és akkor a következő kérdés már a, pont az utolsó mondatához kapcsolódva, és akkor víz és vízháztartás, talaj és vízháztartás. Mert ugye ennek az egyik következménye, ez, hogy beiszaporódik, esetleg befullad a növény, de a másik, hogy tavasszal ugye sokszor lehet látni belvizes területeket. Ugye ez nyilván azért van, amit említett az előbb, hogy nincsenek meg a megfelelő Nincs meg a talajnak a megfelelő szerkezete, nem tudja elvezetni a vizet, ezért rövid ideig belvíz lesz. De hogyha ezt a belvizet én elvezetem, az ön anyagaiból vagyok ilyen okos, olvastam ezeket, amikor készültem a mai beszélgetésre, nekem úgy tűnt, mintha egy 22-es csapdájában lennék. Hiszen, hogyha belvizes a terület, akkor nem tudok gazdálkodni, nem tudom művelni elvezetem onnan a vizet. De amikor elvezetem onnan a vizet, közlekedő edényelv alapján a magasabban lévő területekről is elkezd szivárogni a víz. Lehet, hogy utána majd elkezdem tudni művelni a földemet, de rövid időn belül az a víz, amit elvezettem, hiányozni fog, és kialakul egyébként az a száj, hogyha időnként vagy megfelelő rendszerességgel az égből nem jön utánpótlás. Jól érzem ezt a 22-es csapdáját? Sajnos ez pontosan így igaz, ennek ez egy nagyon összetett problémakör. Tehát amikor arról beszélünk, hogy belvíz, és megnézzük a belvízes területek legelterjedtebb foltjait az ország területén, belül akkor azt fogjuk látni, hogy a Tisza völgy, a körösök, vagy a Tisza mederrendszerének hajdani területei, a körösöknek a vidéke, ezek tele vannak belvizes foltokkal, de ezeknek a jelentős része érdekes módon nem a talajvíz megemelkedése miatt, hanem ahogy ezt korábban említettük, a fentről jövő vizek a mélyedésekben összegyűlnek, mert lefolyni nem tud, beszivárogni nem tudnak, tehát nem tud eltűnni a talajban, ahogy neki el kéne tűnnie. És ezért nyilván, ami nem szivárok be, az elkezd oldalirányba elfolyni, amerre lejt. Hogyha Tolnában, Baranyában, Dunántúli dombság területén vagyunk, ugye ez okozta felszíni erózió 80-90 százalékát. Amikor pedig az Alföldön vagyunk, ahol itt a mélyedésekbe összegyűlik, ott pedig belvizesedést fog okozni. És hát a probléma ezekkel az, hogy a belvizek azok még tovább rontják ugye a szerkezetet, és ezért nagyon fontos ugye a szerkezetjavítás, hogy gyönyörű fényképek vannak, nem tettem be az anyagba, de euh, Uh, amikor no vagyis ugye, vagy minimum télles művelést használok, ugye annyit jelent, hogy nem a hagyományos, amikor kezdjük a szántással, utána valahogy elmunkáljuk, csinálunk a végén egy magágyat, aztán vetünk bele, hanem megpróbálunk nem hozzá nyúlni, hanem ahogy ugye a felszín ott maradt az erőző növény alatt, abba direkt módon belevetünk. Ugye ez a nótél? No ezt, ezt Amerikában csinálják elég sok helyen. Ezt Amerikában is csinálják, már Magyarországon is elkezdték csinálni. Uh, nem mindig a legjobb módon, mert sajnos, amikor egy ilyen túlművelt talajunk van, azt attól, hogy átnevezzük, convention, vagy hagyományos művelésről, művelés nélkülire, attól az nem változik meg. Nem véletlenül kell nekünk talajt művelnünk, mert amikor vége van az idénynek, akkor ez a 30 százalék, amit hozzáadtam a szántásnál, az szépen visszaülepszik az eredetére, és nagyon rossz állapotok között vagyunk, tehát új, ez egy igazi mókuskerék, tehát a gazdáknak szoktam mondani, hogy igen, mert azt mondják, hogy ez működik. Persze, addig működik, amíg van hozzá gázolajam, meg van hozzá input anyagom, meg pénzem, hogy ezt kifizessem. Mert akkor mesterségesen egy évre hozzáadom ezt a szerkezetet, de attól nem javul meg. Viszont érdekes módon, hogy amikor csökkentik a művelet számot, és fényképek vannak gyönyörűek, amikor a nótil, meg a hagyományos egymás mellett van, és elkezd ugorni az eső. És ugye mi mindig azt mondjuk, hogy azért kell szántani, meg lazítani, hogy beszivárogjon a víz. Hát igen, amikor frissen ott van szántva, akkor még beszivárog. Utána viszont ő rajta áll a víz, és a nótil no pedig beszivárog. Miért? Azért, mert ugye elkezd a szerkezet kialakulni, benne vannak a gyökereink az első lépésben. Ugye az első lépésben a gyökerek úgy működnek, mint egy függőleges szállítócsatorna. Helyettesítik a hiányzó gravitációs pórusrendszert. Tehát ha jön az eső, akkor a gyökérjáratok mentén be tud szivárogni és utána szépen nem csak a felszínen próbálja átnedvesíteni a talajt, hanem így szépen sorban mindenütt bemegy, és elindul oldalirányba. Tehát sokkal több vizet tud rögtön benyelni maga a talaj, és eltározni. Ami egyébként nálunk egyre fontosabb, mert azt is tudjuk, hogy ha a klímaváltozás van, már pedig nem nagyon szokták ezt most már kétségbe vonni, a magyarországi modellek alapján ugye azt látjuk, hogy a téli fél évben nő a csapadék mennyisége, nyári félében viszont valószínűleg csökken, de ha még nem is csökken, akkor is, ami egyértelműen látható, hogy egy-két fokkal 50 éven belül magasabb lesz a hőmérséklet. Tehát a pároktatásnak az aránya sokkal nagyobb lesz. De csökken is egyébként a nyári csapadék egyébként most már csökken, ezt most már kimutatták az elmúlt években, és hát részben ez vezetett az idei asszályhoz. Hát ez, ez, igen, ez részben igaz. Nagyon sok pont elnök úr által Magyarországra hozott Kárpát klíma projektben futtattunk nagyon sokat, annak is részesei voltunk, és ott az nagyon gyönyörűen kihozta az összes szimuláció átlaga, tehát ugye nem egy szimulációs modellt használtunk. Hát ez egyszerűen mutatja azt, ami egyébként nekünk nem meglepő, mert Magyarország ugye egy kontinentális klíma alatt elhelyezkedő ország, tehát nyár az mindig szárasságra hajló volt. Hát voltak időszakok, amikor a fertőtó kiszáradt, mint tudjuk, tehát nem lep meg. Egyáltalán nem új dolog a probléma, több száz évre, ezer évre visszamenőleg sem. Csak talán most egy picit minket jobban érint, mert hozzá vagyunk szokva így a technika biztonsága mellett a termés biztonságnak, aztán egyik évben kiderül, hogyha a feltételek extrémekké válnak, akkor sajnos a környezeti pufferrendszert, mint például a talaj szerkezetét, azt már hátrahagytuk, mert azt gondoltuk, hogy mi majd mindent megoldunk. Mert amíg van vasunk, meg gázolajunk, addig abból tudunk szerkezetet csinálni. Amíg van műtrágyánk, ami most már ötször annyiba kerül, akkor azzal tudunk tápanyagot utánpótolni. Tehát ez mindig ez történik, amikor az ember így átveszi a hatalmat, nem is a hatalmat, az irányítást, mert próbál termésbiztonságra törekedni, ami gazdasági szempontból természetesen érthető, sőt, mindenki erre törekedne. Csak közben ugye azt a természetes pufferrendszert, tompító szélsőségeket, tompító rendszert veszítettük el, amit a talaj egészséges mi volt a jelent. Most, amennyire én tudom, járja az országot, és a kutatási eredményekről, mindarról, amiről beszéltünk, a talaj minőségének romlásáról, gazdáknak is tart előadást. Tájékoztatja őket, és elmondja, hogy ezek a mérések, ezek a kutatások, ezek az eredmények azt mutatják, hogy nagy baj van, szemletváltásra, és bizonyos szempontból technológiaváltásra is szükség lenne. Hogy fogadják a gazdák ezeket az észrevételeket? Ezeket a javaslatokat? Azt kell, hogy mondjam, hogy a, hogy nagyon-nagyon jól. Tehát én mindig meg vagyok döbbenve, és ezért mondom azt, hogy a, nincs olyan gazda, akire azt mondhatnánk, hogy elrontott valamit, mert bennük mindig a józan paraszti ész, a jó szándék működik, de nyilvánvalóan, amikor azt tanulja az egyetemen, hogy hogyan kell csinálni, és akkor azt ő végig csinálja, ezt az iparosított mezőgazdaságot csinálja és végig csinálja, és mindenki ezt csinálja, tehát ő se ló ki belőle, mert ez a Gondolkodás mód a világban. Viszont ami nekem mindig megdöbbentő, vagyis nem megdöbbentő, hanem ilyen nagyon pozitív élmény, amikor lemegyek a szelvénybe, és akkor állnak a gazdák körbe, és szinte a légy zümmögését is hallani lehet, mert annyira csendben figyel mindenki és szívja magába az információt. És utána megkérdezik, hogy de ura, hát ezt nekünk miért nem mondta el senki? És akkor igen. Most viszont már mondom, akkor próbálkoznak ők is, és nagyon pozitív. Ugye persze sajnos néha kérdések uh, talán nem a legjobbak, mert ilyenkor jó. Ha ezt rosszul csináltuk, akkor a kérdés az, hogy hogyan csináljuk jól. Akkor milyen mélyen szán csak. Akkor tehát ugyanazt a technológiát, ugyanazt az eszközrendszert próbálnám meg kicsit másképpen gondolni, mert, mert talán egy picit hozzászokott a, a magyar meg a mezőgazdasági világ ahhoz, hogy a, a technológia diktál. Igen, de ez bizonyos szempontból érthető. Ha megnézzük azt, hogy az elmúlt száz évben milyen átalakulások történtek a magyar mezőgazdaságban, vagy csak az elmúlt 30 évben milyen átalakulások történtek, és az egész világban tulajdonképpen elindult ez a nagyüzemi mezőgazdaság és ezek a hatalmas nagy gépek, tehát kevés munkaerő, egyre kevesebb az élő munka, egyre nagyobb gépek kellenek ennek következtében, hogy kiváltsák, hogy egy család tulajdonképpen 300 hektárt, 500 hektárt is művelni tudjon. Ezt megtanulták. Az elmúlt években megvásárolták ezeket a gépeket, beruháztak. Van egy, van egy tudás, hogy hogyan kell azt a földet művelni, hogy rendes gabona, rendes termés legyen. A támogatási rend is tulajdonképpen ezt segíti, ezt a szemletnek, a szemletnek az érvényesülését segíti. És van még egy szempont, hogy az erózió, amiről beszélünk, és ami hosszú távon csak azért el ellehetetleníti a gazdálkodást, az erózió nem olyan nagyon szemmel látható. Tehát minden évben csak egy kicsit csökken a, a, a talajnak a termőrétege. Azt nem feltétlenül vesz észre az ember. Még azt, hogy szépen el van munkálva, és ad még termést, azt meg minden évben látja. Nem lehet, hogy ez a másik 22-es csapdája? Ebben biztos, hogy nagyon sok igazság van, tehát ezek a folyamatok lassúak meg. Ráadásul ugye gondoljuk meg azt, hogy amikor elmegy egy centi, akkor gyakorlatilag 29 centi maradékba szántok, plusz egy centit bele forgatok az altalajból nevezük így az egyszerűség kedvéért. Magyarul higitom. Tehát amit látok, az nem is a felszín csökkenése, hanem elméletileg nekem szemmel látnom kellene azt, hogy egy harmincadával, mondjuk, leegyszerűsítve, világosodik a talajom. Hát azért, ezt, ha egymás mellé teszem a két mintát, akkor lehet, hogy látnám, de mivel közötte van egy év, és máshogy látom. És csak, tehát, és csak az emlékezetünkre, és csak az emlékezetünkre az... hagyatkozunk. Bár ugye ezt nagyon könnyen át lehet, és meg lehet nézni. Én azt gondolom, egy mondatot azért ijesztésnek hozzáteszek, hogy szerintem Magyarország talajai tényleg nagyon rossz állapotban vannak, tehát hiszonyú gyorsaságú az erózió de még az Alföldön is. Tehát nem is gondolná az ember, de ugye az Alföldnek is van egy gyönyörű mikrodombolzata, az Alföldet ugye szinte teljes egészében a Tisza, Duna és az mellékfolyóinak a vízrendszere meg a szél munkája építette újra. Olyan mikrodombolzat van, ez a fél egy méterrel magasabb területekről húzzuk le az anyagot, töltődik fel a mélyebben, ami azt jelenti, hogy a kémiája is megváltozik, mert ugye természetes folyamatok kilúgozzák a meszet. Ugye ennek hatására a talajoknak a, a PH-ja, lemegy ugye az optimális hat és fél hetes közé. Ezt ez, 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 nem kell, hogy mindenki kövesse, de ez az optimális tápanyag feltáródási környezet. Ha én elkezdem belekeverni a messzes altalajt, akkor folyamatosan ugyanaz a kijuttatott műtrágya mennyiség egyre kisebb része hasznosul. Ezt viszont már érzik a gazdák nagyon gyakran. Meg amit lehet érezni, most beszélgettem egy gazdával, vagy nem a gazdával, hanem egy új ö, ö, vr is öntöző rendszert, ezt a változtatható precíziós öntözést ö, raktak össze öt évvel ezelőtt, és mondta a paraszt ember, aki a dízel szivattyút üzemeltette, hogy uram, nem fogja elhinni, öt éve öntözünk, azóta felét tudom kijuttatni a víznek, mert nem megy bele a talajba. És ugye erről se beszélünk sokat, tehát eddig most csak az szántóföldi talajművelésről beszéltünk. De a most ugye a szárasságra válasz öntözés. Nem, én azt gondolom, az öntözés nem lehet megoldás, ugye nyilvánvalóan, mert a legnagyobb becslések szerint is maximum 400 ezer hektárt lehetne ugye a 4,5 millióból felszerelni. Azoknak is a jelentős része, ezt se szoktuk hangoztatni, de hol lehet öntözni ott, ahol van víz? Ahol van víz, közel vagyunk a folyóhoz, ahol közel vagyunk a folyóhoz, magasabb a talajvíz. Tehát egyáltalán nem azokon a területeken öntözünk, Nyilvánvalóan ezt ahol, nem ahol, tudjuk, ahol ahol, ahol, a legnagyobb, a, ahol legnagyobb, a legnagyobb szükség, szükség lenne, lenne rá, mert például a Hajdúsági löszháton nincs víz. Ott oh, nem tudunk, csak te oda, Ahova már uh, néhány uh, korábbi vendégemmel eljutottunk, uh, vízügyi szakemberekkel is, hogy uh, igen, a vízgazdálkodásban nem csak a mezőgazdasági földbűvelésben, nem csak a talajhasználatban, hanem a vízgazdálkodásban is szemléletváltásra van szükség mert hogy a talaj egy jelentős részét víz tározásra kell, kellene használni, mondhatnám azt is, hogy újra használni, mert korábban egyébként a Kárpát-medence földrajzi adottságaiból adódóan ezeknek a területeknek egy része az vízenyős terület volt, és mezőgazdasági célra nem hasznosították, de az ott eltárolt víz, a mellette lévő területek mezőgazdasági műveléséhez szükséges feltételeket, biológiai és víz, vízrajzi feltételeket biztosította. Most ilyen értemben tehát vissza kell lépnünk egy kicsit, de ezt, ha jól értem, az önök kutatása is megerősítik, hogy ebbe az irányba kell visszalépni, oldalra lépni, vagy legalábbis mindenképpen szemletet váltani. Én azt gondolom, hogy igen, hát itt ez még nem is annyira tisztán, tehát én azt gondolom, hogy magának a termelőnek is saját egyéni Érdeke. A legfontosabb erőforrás, amit nem tud ö, befolyásolni, az a víz. Tehát neki arra kellene törekedni, és ezért egyre népszerűbb a szemléletmódváltás. Az persze, azt se szoktuk mondani gyakran, hogy igen, amire uh, utalt az előbb, ugye kedvenc térképen az úgynevezett pocsolya térkép, ami a Magyarország vízszabályozási munkái előtt időszakosan vagy állandóan vízját a területeket mutatja be. Hát az Alföldnek közel felede bő egyharmada időszakosan vízhatás. Hát, biztos, hogy volt. nem fogunk visszalépni. Éne nem fogunk ide vissza visszalépni. De ugye honnan lesz csapadék? Ugye részben jön az, az óceán felől, részben pedig a helyi párolgás lesz az, ami a levegőbe nedvességet rak. Hát, hogyha nincs pároktató felszínem, ha szárazok a talajaim, ha, akkor miből lesznek ezek a helyi ö, uh, turbulens amik aztán visszahozzák a vizet. És eddig csak a talajvízről beszél, az triviális, tehát ahol felszíni vizeket meg tudunk hagyni. Hát az, az a, húzza maga mellett ugye a talajvizet. Közben ugye párologta, tehát az, ezek ez, Annyira egyszerű kör lenne, tulajdonképpen, de itt kell visszacsatolni ahhoz, hogy igen, hogyha van egy szántóföldi víztározás, ami a gazda ö, személyes érdeke. Van egy régen politikailag támogatott dolog, ugye a kabban a közös agrárpolitikai támogatási rendszerben, a zöldítés. Ugye sajnos a magyar gazdák jelentős része még mindig küzd egy 100 hektáron belüli 1-2 hektáros mélyfekvésű foltér, ami száraz időszakban be tudja vetni, de az első csapadék után befullad. <laughs> Nedves időszakban rá se tud menni, akkor kiszívja a vizet, kiszivattyúzza a kivezetés, és a többi. Miközben ott lenne az az 5% amiért támogatás is kap és azt adja vissza vizes élőhelynek ott ragadozók be tudnak ülni most nem akarok agroökológiai kérdésekbe belemenni, de hát triviálisak azok a pozitív élmények Csak és most megint nem akarom a gazdákat bántani, de nagyon sok negatív élményem van a támogatási rendszer hasznosulásával, mert az ötlet a tudományos alapok megvannak a politikai lefordítás megvan de amíg a gazda nem öt érti, hogy ez neki miért jó, addig gyakorlatilag nagyon nehéz őt arra vezetni. Tehát zöldíti ugye az, a tábláját, és a tábla szélén 5 métert úgy hagy, és beveti fűvel mondjuk, és ott hagyja 4-5 évig. Miért teszi te ezt? Azért, mert mellette tönkretette az utat, most ez egy nagyon csúnya példa, csak egy, egy nagyon jellemző példa, és ezért most elkezd ezen a zöldített területen járni. Megkapja a támogatást, tehát gyakorlatilag kártalanítva van, csak éppen az egész folyamat nem azt érte el, amit szeretett volna. És közben pedig azt gondolom, hogy a gazdák nagyon-nagyon nyitottak. És ö, nagyon információ éhesek a mindennapjainkban arra, hogy hogyan lehetnek. Kérdeznek, kérdeznek, kérdeznek. Napi szinten tízszer csörög a telefonom. Na, az előbb ugye mondta, hogy egy ilyen, amikor a légy zümmögését is lehet hallani, mert a gazdák e, szívják magukba az információt egy ilyen bemutató, egy ilyen talajszelvényes talaj bemutató esetében, és utána fölteszik a kérdést, hogy na és akkor hogyan csak, hogyan, hogyan váltsak technológiát, akkor én is hadd folytassam, mert logikus a kérdés, és a hallgatókban is nyilván ez a kérdés felmerül, a ja, beszélgetés vége felé kanyarodva, hogy na no és akkor mit lehet tenni? Mit lehet tenni, hogy a további eróziót megelőzzük, mert nyilván ez az első számú fontosság, hogy megőrizzük azokat a talajokat, amik még megvannak, és a talajnak a szerves anyagtartalmát javítsuk, hogy a további mezőgazdasági bűvelésnek a feltételei biztosítottak legyenek. Az igazság, hogy a válasz uh, nem bonyolult, csak amikor a napi gyakorlatra le akarjuk fordítani, akkor egy picit nehezebbé válik. Azt szoktam mondani, hogy sajnos a regeneratív mezőgazdaságnak nincsen egy meghatározott technológiai rendszere, mert az túl egyszerű lenne. Mert ami mindenre igaz, az végül kiderül, hogy semmire sem igaz. De az alapelvek megvannak. Ugye az első és az legfontosabb az, hogy részben a szerkezetet vissza kell építeni. Ez nagyon hosszú. Ez nagyon hosszú. A szerkezet az egy biológiai épülő valami a talajban, amihez Kell egy nagyon egészséges élettér, az nem fulladhat be, az nem lehet oxigénhiányos. Tehát elsősorban be kell oda vezetni a vizet és a levegőt. Hát ezt egy ilyen rendszerben, aminek nincsen szerkezete, nagyon nehéz. Hát hogyan tudjuk megcsinálni? Ugye, akkor használjuk a növényeket, mégiscsak ott vannak a gyökereik. Vannak a főnövényeim, meg ugye, amiről egyre többet beszélünk, az az, hogy az valamelyik számú alapelv, már nem tudom, tehát menetszám csökkentése az első, ugye? Jó. Kettes az, hogy soha ne legyen a talaj fedetlen, és ne azért ne legyen csak fedetlen, hogy a csepp erózió ne verje szét, ne vigye el a víz, mert ugye a növények ott vannak a felszínen, nem tud felgyorsulni a víz, az eróziót is visszafogja. Hanem azért, mert ugye a talaj szerves tartalma és a szerkezete az mindig egy egyensúlyi folyamat eredménye. Ha elkezdem nyomni élő és elhalt biomasszával, magyarul állandóan használom arra, hogy, hogy gyökereket és zöldet és, és, szerves anyagot termeljen, és azt visszaforgatom, akkor a bevételi oldalon elkezd emelkedni. Ez elkezd ugye lebomlani, ez részben tápanyagot szolgáltat a következő generációknak, részben pedig ugye azok a nehezen lebomló részei, azok pedig beépülnek a talaj állandó vagy stabil szerves anyagai közé, az úgynevezett humusanyagok közé. Ez Következő lépésben felgyorsítja a szerkezetépítést, mert a humuszanyagok a legfontosabb ragasztó elemek szinte. A humuszanyagok olyanok, mint egy mágneses szivacs gyakorlatilag. Iszonyú nagy ö, belső terük van, és közben tele vannak kis töltéshelyekkel. Ezért köti a vízmolekulát, ami ugye szintén töltéssel rendelkezik, és az összes tápanyagot, amit hozzáadok. Ha ezek nincsenek, akkor kimosódik a tápanyag is, meg a víz is, ami jön, a szépen lemegy. Tehát nekem a szerves anyagot növelnem kell minden áron. De közben pedig az elején fizikailag nem tudok hozzátenni szerkezetet, mert az időbe telik. Akkor megpróbálom mesterségesen, mintha teleszúrkálnám az egészet vasvillával, csak ezt úgy teszem, hogy hagyom, hogy a növény gyökere beleerőszakolja magát, és utána ott hagyom. Nem forgatom, hanem minden évben ezt úgy szoktam ez mondani itt a gazdáknak, mert ők szeretnek termelni, hogy termeljenek gyökeret de amennyit csak tudnak, mert minél nagyobb lesz a gyökértömeg, Ugye a gyökér az ott maradt helyben, de rögtön az év végén elha a növény, akkor ő is elkezd szépen lassan lebomlani, tehát gyakorlatilag kifogy a nadrágjából, hogyha itt ilyen hasonlatot adok. Így megnyílik a tér arra, hogy a víz, amikor esik, akkor ezeken a függőleges csatornákon be tud szivárogni. Ugye? Az elhalt növényi részeknek a helyén lényegében. Pontosan, igen, és ezt annyira szeretik, ugye, hogy a következő évi generációk rögtön elfoglalják ezeket a helyeket, mert tápanyagdúsak, mert ez az úgynevezett rizosféra a gyökér menti talajréteg, ami a legélőbb. Ahol van mikrobiális élet, ott van tápanyagfelszabadulás. Tehát gyakorlatilag minden szempontból megtámogatja a növényt, és ezt utána ott vagyok. Hogyha forgatással, és itt jön az forgatás elhagyása, ha jön egy szántás vagy egy tárcsa, akkor ezt a szépen beállt függőleges rendszert, azt fogom, kidobom, és vagy lekerül 30 centire, vagy pedig szépen az eső lemossa, és a felszínen ott maradnak ezek a kitépett gyökér valamelyik, amiknek pont az lett volna a lényege, hogy helyben maradva bevezetik a vizet, amikor lefolyt a víz, akkor pedig bevezeti a levegőt. Uh -huh. És ezt mind addig csinálja, amíg úgy be nem lakja ezt az egész teret, a gyökérrendszer stabilan, hogy már elkezd olyan szerkezetet építeni magának, ami, ugye, ami eddig hiányzott, ami megnöveli a talajaink vízkapacitását, beszivárgó vagy beszivárogtató képességét, csökkenti a felszíni lefolyást. Tehát ezer olyan agrotechnika van, amit lehet alkalmazni. Nem könnyű azonban, mert erről már beszéltünk itt a beszélgetés elején, hogyha valakinek csak ekéje van, akkor nyilván ekével kell ö, dolgoznia. De akinek több gépe van, ö, több eszköze van, az innentől kezdve én azt gondolom, hogy nagyon fontos az eszközállomány, az tény. De sokkal fontosabb az a józan paraszti ész, amikor tudja, hogy mi a cél, mit kell elérnie, és vigyáz, úgy próbál valahogy művelni, legkevésbé zavarja meg azokat a kis kialakult gyökerezési rendszereket, amelyek részben szerves anyagot, részben porozítást adnak neki. És innentől kezdve a következő lépésben pedig, ha tud, fejleszt. pedig szerencsére azért vannak hát most ezt talán nem vagyok benne biztos, hogy mindenki számára már farm vagy gazdaság méret függvényében elérhető, de nagyon sok támogatási rendszer van a digitalizáción belül, eszközvásárlás a fejlesztésre, és tényleg nagyon sok gazda lazítókat vásárol, és leállítja az ekéket, amivel már óriásit lépünk előre. Tehát a mai beszélgetésünk tárgya a talaj és a talaj minőségének megóvása, talaj és vízgazdálkodás, talaj és klíma, talaj és mezőgazdaság és tájhasználat. Ez ezeket a kérdéseket jártuk körbe Dobos Endrével, biztos, hogy még bennem is, és a hallgatókban is maradt jó néhány kérdés. Remélem, hogy a gazdákkal való találkozó, az sikeres lesz ezúttal is, és egyre többen fogadják meg ezt a bölcsességet, és azt a, egyre, egyre többen használják majd azt a tudást, amit önök már fölhalmoztak, és amit a gazdák rendelkezésére bocsátottak. És bocsátanak, köszönöm szépen, hogy itt volt velem, és megosztotta velünk a gondolatait. Én is nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy a talaj megint csak elhangzott valahol. <laughs>